Nem szükséges személygépkocsi egy felejthetetlen pilisi kiránduláshoz. A Volán buszjárataival is simán el lehet jutni remek túra kiinduló pontokhoz. Lomtalanítást szerveznek Visegrádon. Egy kávéházba repítette az érdeklődőket a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett műsor Visegrádon. Érdekes témával készülnek a Mi Világunk programsorozat következő előadására Pócsmegyeren. Nem szükséges személygépkocsi egy felejthetetlen pilisi kiránduláshoz. A Volán buszjárataival is simán el lehet jutni remek túra kiinduló pontokhoz. A Pilisi Parkerdő ZRT túraútvonalakat is ajánl a hangulatos Dömörkapu környékén. A Pilisi Parkerdő ZRT felhívással fordul a túrázó közönséghez, és útvonaljavaslatokkal segítséget is ad a kirándulóknak. Nyáron autó nélkül is könnyedén meg lehet közelíteni tömegközlekedéssel a parkerdő erdeit. A Szentendre Dömörkapu és a Szentendre Kisvillám hétvégi buszjárattal számos különleges kirándulást lehet tenni a környéken. Azt viszont érdemes észben tartani, hogy a Szentendre és Dömörkapu között szezonálisan közlekedő 868-as jelzésű hétvégi buszjárat csak elővételes jeggyel használható. A járatra a Volánbusz bármely pénztárában elővételben legkésőbb az utazás napján 9 óráig jegyet kell váltani. A mindkét irányban egy-egy menettel közlekedő járat Szentendréről 9 óra 10-kor, Dömörkapuról 17 óra 25-kor indul. Berki Zoltán, turista térkép és kalauz szerkesztő remek útvonaljavaslatokat készített, melyeket a Pilisi Parkerdő honlapján találhatnak meg az érteklődők. A túrákhoz nagyon hasznos a Pilis turista térkép és a Pilis turista kalauz használata. Lomtalanítást szerveznek Visegrádon. Visegrád város lakói számára érkezik a tavaszi lomtalanítás lehetősége. Az eseményre 2024. április 24-e és 27-e között kerül sor. Idén is házhoz mennek a lomokért az önkormányzat munkatársai, ezért arra kérik a lakosságot, hogy lomjaikat az ingatlanaik elé ne helyezzék ki. Fontos, hogy az időpont egyeztetésre kizárólag április 18-án és 19-én reggel 7 és délután 3 óra között van lehetőség. Felhívják a figyelmet, hogy az április 19-e után érkező jelzéseket nem álmodjukban elfogadni. Amennyiben kérdések merülnének fel, vagy szeretnének időpontot egyeztetni, hívják ifjabb Schuster Károlyt a 0620 456 18 41-es telefonszámon. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a díjmentes lomtalanítás keretén belül ingatlanonként legfeljebb 1 köbméter lomot szállítanak el. Papírt, csomagolóanyagot, üveget, veszélyes anyagokat, sített autógumit, illetve elektronikai hulladékokat nem álmodjukban elszállítani. A veszélyes anyagok gyűjtését várhatóan összevégzik majd. Erről további információkat a Visegrádi Hírek hasábjain és a Városi Honlapon találnak majd. Egy kávéházba repítette az érdeklődőket a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett műsor Visegrádon. Évszázadok óta költők milliói tollaik hegyét a világ misztériumaiba merítve varázsolnak maguk elé képeket, érzéseket és gondolatokat. A Magyar Költészet Napja alkalmából összeállt egy kis csoport Visegrádon, hogy együtt ünnepeljék meg, elevenítsék fel ezeket a művészeti remekeket. Paulusz József, az előadás rendezője vázolta a műsor koncepcióját az érdeklődő közönségnek, melynek a kávéház címet adták. Ez nem úgy indult, hogy egy kávéházba jövünk, hanem úgy indult, hogy kedvenc verseink. És amikor kértem tőlük, hogy akkor mindenki adja ide a kedvenc versét, hogy mit szeretne mondani, akkor valamilyen oknál fogva mindenki ilyen sírós, szomorús, búskomor, mint ahogy a magyar ember általában. És akkor mondtam, hogy hát ebből nem lehet, mert akkor itt a nézőközönség az jobb esetben sírva fakad. Úgyhogy mindenkitől kértem egy vidám verset, és úgyhogy ez benne vidám vers. És aztán mégse kedvenc versünk lett a címe,
hanem a versek úgy adták, hogy mi lenne, hogyha ezeket a különböző verseket, különböző embereket, ezeket beterelnék egy kávéházba. Paulus József elmondta, hogy az előadás alapjául a szereplők kedvenc versei szolgáltak. A kávéházba hoztuk el a különböző embereket a februári kedvenc verseikkel, mert akkor kértem tőlük, hogy mondják, menjek el, hogy mik ezek a versek, és egy kis elmélkedésre invitálnak titeket, invitálom önöket, ezzel a kis kávéházzal, eszpresszóval, vagy cukrászdával, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Az előadás során magyar költők verseit szavalták el a szereplők. A presszó témájánál maradva először Szilágyi Gábor Máriusz mondta el Varró Dániel Kávéház című versét. Ott ült a költő egyszerű szívével, amiben nem volt semmi rafinált. És a süteményes pultot nézegette, hol annyi csúcsos krém és muffin állt. Kávéja mellé álmosan harapta az önsajnálat sajtos bégelét, mert úgy érezte, ő már percre tudja, mit tartogat számára még a lét. Ó, hajdan, mennyit kóborolt az utcán, zöld hév után loholva ifjan. Ma már a kávéházakat szerette, hol zsongó háttérzaj, meg wifi van. Hol a közöny, emíz pincér leányka szétjár papucsban, klaffog zombi mód, csak hallani, hogy kint a nagykörúton hogy zúgnak el szőkén a kombírók. A versek során egy pincérnő is serényen dolgozott az előadásban. Sorra vitte a versmondóknak a kávét, italokat vagy süteményt, mely az adott mű hangulatához éppen a leginkább passzolt. Mint azt a rendező bevezető szövegében elmondta, valóban akadtak vicces, humoros művek is az előadásban. Remek példa erre Heltai Jenő, aki a 19. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, és valóban remek, humorral átszőtt verseket alkotott. Kálaziné Ormos Ilona a Modell című művét adta elő a költőnek. Elmúlt egy óra, meg néhány perc, a lány nem jön ki. Ej, mi ez? Viktor hosszan eltűnődik. Na most már szörnyen tiszta lesz. Megy itt, és ilyen tehőkkel vissza. Ott áll a lány, a vizet issza, és keservesen sérdik ez. Én nem bírom, mint meginni ezt, ha mindig ennyit inni kell. A fészkes fele lesz Modell. Az előadásban közreműködött Paulusné Tóth Anna, Paulus József, Szilágyi Gábor, Máriusz, Kálaziné Ormos Ilona, Muktat Szabina és Gróf Boglárka. Paulus József előadásában szintén egy heltai verset hallhatott a közönség, melynek címe Vallomás volt. Csupa élet, csupa illat, lángol, vakít, hevít, ragyog, hát hogy ne szúnyoznám csókját én, aki angyal nem vagyok. Oly kevés, amit kívánok, s ha osztozkodni restel is, legyen a tisztelt lelke másé. Nekem elég a teste is. Legyen a lelkének egy barátja, akivel csevegni élvezett, de ez a őrült, ez a szamár, ez a barát, ez nem én leszek. Legyen övé minden poézis, s enyém csak, ami tény, oldja meg ő a problémákat. A ruháját viszont csak én. Számos kortárs költőműve is elhangzott, mint például Laszkfi János, Varró Dániel, vagy éppen Simon Márton, akinek arról, hogy mi jó című művét Gróf Boglárka szavalta el. A téli szombat délelőttök, amikor semmi dolgunk. Az egyszerű, matt, nehéz porcelánok. Egy kényelmes szép. Egy nyaklánc fölcsatolása. Az ablakpárkányon álló antik ezüst hamutálban a hó. A percekig tartó, felszabadult, abba hagyhatatlan nevetés. A sirályok éjszakánként a hidak felett.
amikor azt hiszed, hogy nincs nálad tűz, mégis találsz a zsebedben. Szinte nincs visegrádi rendezvény Ápri Lajos költészete nélkül, így volt ez a költészetnapi előadásban is, hiszen a művész egyik leghíresebb versét, a Királyasszony kertjét Mukstad Szabina szavalta el. Jöjj fel velem! Nézz hűszemmel keletre, s fogodz a hegybe, hogy most élni merj. S az orcelekkel támadó időknek bátor szívvel, de békésen felelj. Figyeld a Dunán elfutó hajókat és vald. Az óra gyorsan illan el. De amíg élsz, a múlt, a dal, és az erdő, és az örök vágy. Emberré emel. A költészet napjának ünneplése méltó módon emlékeztet bennünket arra, hogy a szavaknak és a kifejezéseknek milyen hatalma van az emberi életben. Ez az alkalom nem csak a múlt kiváló költőinek és alkotásainak tiszteletére szolgál, hanem arra is ösztönöz, hogy felfedezzük és megünnepeljük a költészet jelenét és jövőjét. A visegrádi költészetnapi előadás zárásaként a szereplők közösen szavalták el Faludi György, Tanuld meg ezt a versemet című művét. És az is lehet, hogy odafönn már nincs világ, és te odalenn a bunker mélyén kérdezed. Hány nap még, míg a mérgezett levegő az ólomlapon meg a betonon áthatol? És mire való volt, és mit ért az ember, ha éj véget ért? Hogyan küldjek néked vigaszt, ha nincs vigasz, ami igaz? Valljam meg, hogy mindig reát gondoltam, sok-sok éven át, napfényen át és éjjen át, s bár rég meghaltam, most is rád néz két szomorú vén szemem. Mi más üzenhetnék neked? Felejtsd el ezt a versemet. Mindig aktuális és érdekfeszítő témákat boncolgatnak Pócs Megyeren a Mi Világunk programsorozat előadói. Most is egy fontos topik lesz terítéken április 16-án 18 órakor a rendezvényközpontban, ahol egy kötetlen és tabuk nélküli beszélgetésre hívja a vendégeket Tóth Kata szociológus. A gyermekek szexuális felvilágosításáról esik majd szó, kitérve az internetes generáció sajátosságaira. A Szexedukáció című eseményre a belépés ingyenes, minden érdeklődőt várnak a szervezők és az előadók.